beszél, nem lélegzik. Hanna, Johanna, légy szíves, gyertek ide. Lássátok elő. Verekedés sérültjeit is el kellett látniuk a versenyzőknek az egyik kárhelyen, a Vöröskereszt megyei elsősegélynyújtó versenyén Hajdúböszörményben. Ezen a versenyállomáson a Vöröskereszt hajdúszoboszlói területi szervezetének dolgozói segítkeztek. A mi kárhelyünk egy esküvői balesetnek a helyreállítása, ahol a mennyasszony egy kismama, tehát őt őrizni kell és stabil oldalfekvésbe kell majd tenni, valamint verekedés is van, ki ütötték egymásnak a fogát, úgymond a szeretők a mennyasszonyért, úgyhogy elég izgalmas a mi helyszínünk. A megyei elsősegélynyújtó versenyen városunkat a közgazdasági szakközépiskola diákjai képviselték. A csapatnak a verseny előtt a tűzoltók rövid bemutatót tartottak a tűzoltóautók felszereltségéről. Elég sokat gyakoroltunk a felkészítő tanárunkkal, és nagyon vártuk. Kicsit volt egy kis balesetünk is közben, de megoldottuk. Milyen baleset? Sajnos sokat kellett várnunk egy picit, hogy elkezdjük a gyakorlást, de nem baj, megoldottuk, és most várjuk a versenyeket, hogy hát, hogyha tovább jutunk az országosra. Eddig szétnéztetek már, hogy milyen állomások vannak, milyen káresemények, ahol majd helyt kell állnotok? Még nem, de a térképet megnéztük, és bejelöltük, hogy mikor, hova kell mennünk. Mi a kedvencetek, hogyha van ilyen, amiben úgy érzitek, hogy a legerősebbek vagytok? Nincs kedvencünk. Minden feladatot megoldunk. Akkor úgy kérdezem, hogy az elméletet vagy a gyakorlatot várjátok jobban? A gyakorlatot. A versenyen a gyakorlati rész 4 kárhelyből állt. Ezek mindegyikén életszerű baleseteket szimuláltak. Elég komplikált feladatok vannak, úgyhogy a csapatoknak elég nehéz feladatuk van. Többek között van olyan állomás, ahol tehát egy verekedés történt, és akkor a verekedés következtében a nyakát üveggel elmetszették, és artériás vérzése van. Egy másik állomáson pedig biciklis ütött el egy járókelőt, illetve van olyan kárhelyünk, ahol fiatalok gördeszkával bravúroskodtak, és akkor ott történt sérülés. Van, aki napszúrást kapott, van, akit a méhecske csípett meg, tehát nagyon-nagyon sokféle sérülés van. A megyei versenyre 17 csapat érkezett, ők 3 kategóriában versenyeztek. Az általános, a középiskola és a felnőtt kategóriában. Ezek a fiatalok már megnyerték a területi elsősegélynyújtó versenyt, és innen pedig az első helyezettek fognak tovább jutni a 17-én Nyíregyházán megrendezendő országos elsősegélynyújtó versenyre. Ők fogják képviselni megyénket ezen a nagyszabású megmérettetésen. És hát nagyon szurkolunk nekik, és bízunk benne, hogy az itteni elsők ott is nagyon eredményesen fognak szerepelni. A csapatok az összetett feladatok ellenére szépen helytáltak. A bemutatott tudás alapján egy valódi balesetnél is életeket tudnának menteni, ami a verseny megnyerésénél is sokkal fontosabb. Egyre inkább lehet azt látni és érezni, hogy mekkora szükség van arra, hogy minél többen elsajátítsák az elsősegélynyújtást, mert ez már bebizonyított tény, hogy életeket lehet menteni. Az pedig nagyon fontos, hogy nagyon odafigyelten és szakszerűen tanulják meg a fiatalok, mert egy szakszerűtlen beavatkozással nagyobb kárt érhetünk el, mint amekkora segítséget jelent. A megyei versenyt általános és középiskolás kategóriában a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló általános és középiskoláinak csapata, felnőtt kategóriában pedig a Debreceni Egyetem egészségügyi karának hallgatói nyerték. Ők jutottak tovább az országos döntőbe. A verseny lezárásaként a nap leglátványosabb része következett. Mentőhelikopter landolt a Kossuth és Jókai utca kereszteződésében. A szakemberek egy szimulált súlyos balesethez érkeztek.